leginkább ti fogtok hallgatni, én pedig beszélek. Vannak elképzeléseink, hogy négy kerék, tehát négy kerék kormány. Gondolkoztunk rajta, hogy a ilyen rally terep négy kerék, régi autó át, és akkor új futómű, meg a motor se legyen régi, és akkor azt úgy betesszük, és akkor majd egyszer csak majd menni fog. Talán raliba is, meg hogy van egy impréza a Subaru. Hát ugye a Subarunak is ugye, hát ugye először szét, aztán össze, aztán megint szét, aztán megint össze. Hát most ezt a játékot játsszuk, és akkor ez így egyszer csak majd lesz valami talán. Hogy ilyen, hát ilyen a gyorsan autóval menni közösségben, erre gondoltunk. Gyakorlatilag az történt ebbe az évben, illetve tavaly év vége óta, hogy elkezdtük ugye átépíteni a terepraliba használatos Nissanunkat. Átépít, ugye kap egy új futóművet, egy első futóművet, kap egy nagyon szép és jó motort. De maradunk a 3,5-es erőforrásnál, mert ez egy bevált technika. Ez már gyakorlatilag egy 90%-ig készen van, illetve a motor is készen van, már csak arra vár az autó, hogy befogadja ezeket. De mivel hát új motor, meg új futómű, ezért nyilvánvalóan egy csomó mindent át kellett építeni az elejébe. És most még ezeknek a finomítása zajlik. Én bízom benne, hogy egy másfél-két hét múlva az autó visszakerül hozzánk. És ebben az évben mindenféleképpen megyünk tereprallizni. Valószínűleg egy gyulai versenyt csinálunk meg, illetve egy nagykálói versenyt. Mind a kettőt nagyon szeretjük, és mindenféleképpen erre a két versenyre készülünk. Hogy aztán még hova megyünk versenyezni terepraliba, azt nem tudom. Elképzelhető, hogy elmegyünk egy-két külföldi versenyre is, de az is lehet, hogy ugye, ha megépül a Subaru, akkor egy kicsit ralizunk. Az, ami mondjuk úgy 50%-ig befolyásol minket, hogy gyakorlatilag kimondom, tehát hogy nincs kedvünk nagyon autózni, illetve autózni lenne kedvünk, csak ebben a közegben nincs nagyon kedvünk mozogni. Ugye hát az köztudott, hogy a terepraliba a helyzet nem a legrózsásabb. Várjuk azt, hogy egy picit fellendüljenek itt a tereprali körüli dolgok. Hát várunk az utánpótlásra, ami ugye a challenge kategória megjelent Magyarországon 2015-ben ismét. Ezt egyesek jól elrontották, erről szakmai viták zajlanak. Én azt gondolom, hogy a terepraliba a challenge kategóriát nem lett volna szabad egy ilyen pontkereső, átlag sebességtartó humbukká alacsonyítani. Én azt gondolom, hogy a challenge kategóriába ugyanúgy el kellett volna engedni csak és kizárólag az utcai autókat, nem pedig vegyesen csöves autóval, meg össze-vissza mindenféle már átépített, vagy megépített, félig megépített autókat nem lett volna szabad beengedni ebbe a kategóriába, de leginkább, ami a legfontosabb az, hogy nem lenne szabad átlag sebességet meghatározni ennek a kategóriának, hiszen a tereprali nem arról szól, hogy átlag sebességet tartsunk, hanem arról szól, hogy ki tud a leggyorsabban egy adott szakaszon, illetve egy versenyen A-ból B-be eljutni. De mindig ezt tegyük is félre, minket ugye konkrétan azért nem érint. Hát ezzel kapcsolatosan itt van nálunk az a Subaru. Benn van a műhelyben, a srácok éppen most is dolgoznak rajta. Lakatolják éppen a dolgokat. Gyakorlatilag provizóra össze lett rakva. Még egy pár dolog hiányzik, amit majd ennek a helyét ki kell alakítani, illetve ki kell találni, hogy hogyan legyen az autón. Amikor ezek meg lesznek, illetve ki lesz lakatolva, akkor ugye ez az összerakott autó ugye megint szét kell szedni, szétszedjük teljesen megint az alapjaira, és akkor kezdődnek ugye az összerakás első fázisaiból a festés, illetve előtte a külső gittelés, fényezés,
és amikor megszáradt a festék, akkor elkezdjük teljesen készre összerakni, már a végleges alkatrészekkel, már a végleges helyükön. Utána jön majd a tesztelés, meg kell vizsgálni egyáltalán, hogy tehát mennyire tudunk alkalmazkodni mi ehhez a műfajhoz, mert hát azt azért lássuk be, hogy a terepről és a rali között óriási különbségek vannak. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy melyik verseny. Ugye hát szeretnénk az Akropolis Rallyra elmenni a Subaruval. Ez ugye október 9-e kezdettel van az Akropolis Rallynak az Európa bajnoki része. Hát, hogy mennyire teljes bedobással mennénk oda, vagy csak mondjuk egy záróautót adnánk a szervezőknek ezáltal, ezt még nem tudom, de hát nagyon szeretnék ott Atén is környékén azért száguldozni egy picit a Subaruval. Még az is lehet egyébként, hogy elmegyünk gokártozni, vagy nem tudom, vagy fogunk egy autót, mondjuk egy kettes Golfot, beleteszünk egy 12.000 lóerős motort, és akkor elmegyünk a dragszakákba, és hát ott megmutatjuk, hogy hogyan kell 400 méteren baromi gyorsan menni. Ez majd még kiderül, nem tudom még mit hoz a jövő. Egész nyugodtan tegyetek föl kérdéseiteket a Sólyom Team életével kapcsolatosan, vagy ezen az e-mail címen, ami valahol itt lesz mindjárt olvasható, vagy pedig fölmész a Facebookra, ott megkeresed a Sólyom Teamnek az oldalát, és üzenetképpen fölteszel nekünk egy pár kérdést, amit a lehető leggyorsabban meg fogunk válaszolni. Vagy komolyan, vagy komolytalanul, de előbb-utóbb mindenféleképpen választ kapsz a kérdésedre.